December 30-án a Honvéd otthonában győzelemmel zárta 2023-at az Arkonik Alba Fehérvár. Az izgalmas meccs csak 4 másodperccel a vége előtt dőlt el, de így volt méltó a rendkívül sikeres őszi szezonhoz. Most viszont már az idei feladatokra kell koncentrálni, hiszen szombaton a Szeged ellen hazai pályán jön az első meccs 2024-ben. Hasonlítom úgy Szeged hozzánk szerintem, ők is ezt a gyors játékot próbálják játszani, amit mi. Fizikailag talán ugyanúgy állnak, mint mi, talán mi egy kicsit, gondolom, én úgy gondolom, hogy azért erősebbek vagyunk, de úgy próbálom készülni Szeged ellen, hogy a védekezésre nagyon rákoncentrálunk, és próbáljuk azt a védekezést játszani az edzéseken, amit ők játszanak, hogy minél jobban fel tudjunk készülni a holnapi meccsre. Az Alba második helyen áll a táblázaton, csak egyel van több veresége, mint a listavezető Falkónak, viszont 4-jel előzi a harmadik Szolnokot, amelyet ráadásul 20 ponttal legyőzött ősszel. Így elég biztosnak tűnik a csapat jelenlegi pozíciója. A cél, hogy ezt meg is tartsa az alapszakasz végéig, persze ehhez a következő 12 fordulóban is jól kell teljesíteni. Ha ezt a szezon elején megkérdezték volna, hogy akkor így a szezon második felében, így a beton második helyet mondják nekünk, én azt aláírom, én szerintem ez mindenki ezzel meg tud elégedni. Ennek nagyon örülünk, de ezzel próbálunk nem megelégedni, és menni tovább, harcolni úgy, hogy megmaradjon ez a helyünk, és talán a Falkot is meg tudjuk verni a végére. A Szeged elleni évnyitó meccs szombaton 18 órakor kezdődik az Alba Régia sportcsarnokban.